Meséld el, mit csinálunk ma, öregem? Srácok, mai live-ba stoppolni fogunk, a cél Budapest. Kipróbáljuk ezt a stoppolást. Én Zalántól láttam TikTokon, hogy ilyeneket csinál. Őt felvették páron, és megszerettük volna nézni, hogy nekünk milyen szerencsénk van az emberekkel. Megszerettük volna nézni, nekünk milyen szerencsénk van, és kipróbáljuk ezt mi is. Senki nem vesz fel minket, bro. Nézd már magunkra, he. Tesó, mi ez a babasapka? Ez, tesó, ez izé. Egyiptomi túrasapka. Egyiptomi. Jöjjci. Megyünk Jászberény fele, megnézzük, hogy felvesz-e valaki. Bolondinnye vásár jobbra. Bemutattam csak itt a helyet. Azt csináljuk, hogy az országban igazából barangolunk, kalandozunk. Most topporunk, és el akarunk jutni ma Budapestre. 0 forint. Ez a cél. És megijesztünk, már úton vagyunk egy másfél órája. Az a kérdés, hogy bekromózzuk el, hogy Szolnok határában van egy ilyen, a 600 ember nézetelő. Van egy ilyen vinyárus, és tudunk képeni, meg nem sokára jön a szezon, hogy esetleg kaphatnánk egy-egy szeretet így. Négy szép szemünkért, meg egy kis promóció. Meg itt van még 600, nézd, 1200 szem. Jó, hát lehet, hogy dinnyét birtok. Az internet világában. Viszont visíteni magatokat, ott van egy nyomós kút a bokor mögött. Aha. És nagyon jó friss víz van, úgyhogy ott felbírjátok magatokat visíteni. Az nagyon és jó. És akkor miért szeretnétek? Sárga, vén, piros. Piros. Amit szeretne adni. Igen, igen. Egy szelet dinnyét kapunk most komolyan. De jó napunk van, köszönjük szépen! Be vagyok naptejezve, srácok. Kijöttem az asszonyverőbe. Kicsit barduljak, de csak a t-shirtben. Na, kis kóstoló. Finom? Ideileg jobb dinnyi, amit ott kóstoltam. Na srácok, nézzétek, dinnye vásár Szolnok határa. Erre jártok, gyerekek. Még várjatok egy pár hetet, mert még drága a dinnye, de itt Szolnok határában, dinnye vásárba tudtok nagyon pacek dinnyéket venni, megkínáltak minket, jó fejek. Tényleg csak ajánlani tudom a helyet. Ajjajjaj, mekkora! Köszönjük szépen, nagyon de jó. Úristen! Köszönjük! Csert! Köszönjétek meg ti is! Köszönjük szépen! Jó vásár! Vigyázzatok, nagyon az útom, mert ütőképes boxolók vagyunk. Most már elraktam a jégakot, most már tudok rendesen kamerázni. De sem azért feszítős trikóba, asszonyverőbe jöttél, ma látom. Mi a fasz? Bazd meg, nem is kiesett. Nem kiesett a kezedből, bazd meg, eldobtad 2 méterrel arrébb, érted? Hogy lehet ilyet? Túl erősök. Figyeld! Megállnak. Te nagy! Van egy emberünk. Tesó, mondjad, hogy streamelünk. Sziasztok! Nagybörékes úszás felé megyünk, Pest a végcél, vagy Eger. Merre mentek? Ladány. Ott az jó, ha kiraksz. De élőadás vagyunk, hogy nem zavar, nem mondhatom semmit. Direkt vesszük magunkat. Élőzünk. Köszi szépen, jó. Nagyon királyok vagytok. Legnagyobbak vagytok. De menjél, öljél be őre. De jó, még klímos. De jó hideg van. Meleg van kint. Kicsit. Meddig tudunk elmenni? Jászladány? Ne, hát most Rékasnál kiraknak, Zagyba Rékasnál. Az már egy lépés legközelebb. Várjatok, mert az meg ilyen mezei pók mászott az arcomon, és nem tudtam felvenni, de szétfostam az agyam. Mezei pók mászott az arcomon, bazd meg. A szemem mellett mászott a mezei pók. Azt a büdös! A szememmel itt mászott fel a mezei pók az arcomon. Tesó! Új szászon át kéne haladni, felvigyenek Jászberényre, érted? Most ez megáll, vagy nem? Megállnak. Megállnak. Sziasztok! Új szász? Új százon? Ki tudtok rakni? Új százon? Nem baj, hogy élőzünk közben? Nem beszélt semmit. Köszi szépen! Óriási! Mentek valami koncert, vagy csak így hobbiból? Bakancslista. Bakancslista, igen. Most direkt éve. Láttam a TikTokon, hogy sokan csinálják most ezt, hogy járják az országot így stoppa. Azt másolj. Igen. Mi is próbálunk befutni. Az álmainkat megvalósítjuk.
bagancslistát, kivipáljunk, lesz mit mesélni gyerekeknek. Tovább mentek. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük szépen. Jaj, de jó, lehet egy kávét is megiszom. Köszönjük szépen, további szép napot. Gyerekek, megérkeztünk Bolond János Hidai legnagyobb kávézó és wellness! Menj már ki, mert intézem. Ja, magamat veszem, bocsánat. Igen? Hamarabb nem vagyok. Ja, nem. Selfie módban van. Bro, mit intéz? Azt mondja, intéz valamit. Wellness. Szeretit? Jaj, de szeretlek titeket, akkor mi... Kell valami broski. Mi melyiket választod? De mit vettél? Ezt nem vettem, ezt adták. Azt még be se kellett menni a... Nem akarták, hogy kamerázzanak, azt mondták, hogy adnak valamit. Válaszok egy chipset, meg kettő üdítőt. Tesó, te szeretlek! Csert, mit nem intézek? Azt még be se kellett menni kamerázni. Hallod, szerintem ezt azért adták, hogy ne menjünk be kamerázni. Ja. Hát tesó! Figyelj, akkor ezt leszetápolom ide. Gyere, ülj mellé. Ginger, Kanada. Nagyon cheese flavor. Tesó! Tudom, mi a jó, de jó! Hát felmentek az árak. Mit mondtál nekik, hogy adtak? Nem értem. Mondtad, hogy átutazók vagyunk? Mondom, sziasztok! Mondtam barátom, lejelte, előre szólok, hogy live-olunk. Most itt 1500 ember néz minket, mert egy olyan kihívást csinálunk, hogy 0 forintból el akarunk jutni Szolnokról a Pestre. Mondom, van-e itt esetleg olyan a lehetőség, hogy meghívtok valami hűsítő, akár egy falat gombócra, egy falat fagyira, bármire, az is nagyon sokat segítene az utunkban. Be tudnánk cserébe promózni a helyet. Azt mondták, hogy meg is be se kell promózni, szívesen adnak, nagyon jó fejek voltak. Ezért nem volt jó, vagy ezért nem akartak, hogy begyelek kamerába. Gondolkozok, hogy itt most, hát szerintem tovább kell itt kicsit sétálni, megállunk ott. Ez a vér? Aha. Kérsz egyet is? Hát én nekem nincs pénzem. Nem baj. Köszi szépen. De egy citromosat? Nekem mindegy, köszi. Köszi. Reggel. Kell egy fagyi. Nem ezt is intéztél? Nem. Jó. Megkínáltak. Nagyon szépen, köszi még egyszer. Megállnak cset. Igen. Ez így is van. Megállnak. Ciao, szia. Nézők. Cső. Hello. Néző, gyerekek. De nagy. Kimentelek minket a bajon. Merre mentek? Merre mentek? Akkor... Elvisztek berénybe a nézők. Jó. Úgy akarunk menni, hogy Jászberényből 60 fele. És akkor onnan meglátjuk, hogy még tovább tudunk-e menni Pestre, de hogyha meg nem, akkor vonat. Az a végső opció. Cél, most ér ide. Ó, és el is kezdett esni. Jaj. Ja, itt a vihar, itt a vihar. Srác, megérkeztünk a viharba. Oh, drolt. Tesó, mikbe vagyunk? Nagyon-nagyon szépen köszönjük, óriási segítség volt. És azt is, hogy tovább hoztatok. Coverbank vissza. Köszönjük szépen. Jó. Kicsatolás. Így. Na, köszönjük szépen, sziasztok. Viszontlátásra. Sziasztok, köszönjük szépen. Á, nagyon jó idő van. Jaj, de szeretem. De jó. Most ne is rakjuk fel Coverbankra, mert kicsit felmelegedett a töltésétől ennek. Jaj, de tesó, ott hagyta a powerbankot az ülésen. Mi? Nem vagy tered. Ne! Nem vagy tered, nem vagy tered. Jár, farkát! Mi van itt, chat? Jár, a pitbull most jön. Lovak. Hülye, megüljek egy lovat, tesóm? Megüljek egy lovat? Láttatok már ilyet amúgy élőbe? Láttatok már ilyet élőbe, chat? Melyik streamben láttok lovakat? Ott van ló. Nézd, szerinted... oda kéne, nézd, innen nézd, akik kanyarodnak ki, azok amúgy is megvannak állni. Nem? Hát az mi? Figyelj. Hát kanyarod, de... És azok látnak itt szemből, érted? Azért jó. Na, az jó volt, GG. Ez gyors volt. Ez kemény. Jó napot! Jó napot kívánok! Merre tetszik venni? Pénzfőre. Tessék? Jászfőre. 60-ba ki tud rakni minket, hogy ez... Az merre? Arra van 60? Odébb van. Ha jászfényszerű, akkor... De azzal közelebb kerülünk? Jó, rendben. Az baj, hogy élőzünk közben, nem veszünk semmit.
Nem probléma. Hangot, max hang hallatszik. Úristen, akkor menjünk is tovább. Én a magasított ülésre felülök, mert én 160 vagyok, nem alacsony. Igen. Nem szabad nekem beülni. Én hagyjak már belép, mert magasított ülés. Ezt adj nekem, mert nem, én még nem ülhetek így be. Ja, persze. Ja? Akkor... Ez nem fix. Már gyors volt. Most raktak ki minket. Nagyon szépen köszönjük. Költőre, azzal már... mi van? A Power-t van egy külön töltő, külső aksi. Na, az már egyszer beleesett az agyvába. De hát, belejtettem. Kerúztunk. Mi az a Power töltő? Mi az? Az külső akkumulátor, amit fel lehet dugni, csak nem a falba kell bele dugni. Tudom. Rá az aksira. Azt belejtettem az agyvába. Ja. Na, van ilyen, na. Nagyon szépen köszönjük. Minden jót. Csak a legjobbakat. Na. Na, megyünk tovább. Ne nézzük. Anyád picsáját. Gyújtom a rakétát, mint egy dungeon. Akkor mi van, anyád? Tessék. Milyen szar szaga van. Mi volt az a reakció? Nem tudom. Lőd el neki, mert akkor odajön. Gyújtok egy rakétát, mint egy dungeon. Jó, majd a feelingra, po-po-po-po. Azaz, erre jön. Figyelj, tesó, megsimogatom a hátát. Figyelj, hozzáérek. Hozzáértem. Tesó, nézd. Tesó, hozzáértem a hátához. De elveszi a csetet, vágod. Álljál le. Tesó, megsimogatom, figyelj. Hátrafele tud nyúlni szerinted? Nem tudom. Nézd. Jó, állj le, jó. Hátráljunk. Hát, menjünk, tesó, ezek nagyon vadak. Ezek nagyon vadak. Ezek nagyon vadak. Ezek nagyon vadak, bro. Odafosott, látod? Menjünk innen. Istenem, tegyük le. Odafosott, érted? Mi az, amúgy olyan volt, mint a joghurt. Mi? Mint a joghurt, a görög joghurt. De szeretem a görög joghurtot. Új, ez milyen kocsi ez a kika? Szopac. Hülye, ez milyen kocsi? Sziasztok! Merre mentek? Mi 60-ba. Mi is 60-ba megyünk. Ó, nagyon jó. Beszállhatunk? Az baj, hogyha élőadásban vagyunk, nem veszünk Sziasztok. Semmit. Nem veszünk. Köszi szépen. Na, hova tartok? Pest a cél. De most örülünk. De igazából 60 az. 60. Ja, az egy nagy mérföldkő, mert ott van vasútállomás. Igen. Azt csináljuk, igazából Szolnokról indultunk, élőadásból, és az a témája, hogy megpróbálunk ingyen feljutni, minél tovább. Ja, ilyen kihívás? Ez egy kihívás, igen. Most csak szóra... Saját magatok. Igen. Ilyen bakancs listás. Annyi, hogy ide nekem be kell ugranom itt az erdőbe, Nyugodtan. Mert én egy gyilkos vagyok, és darabolós. Nyugodtan. Ted Bundy. A magyar Ted Bundy van. Segítek benne. Csak röltség. Igen, az a két fűrész volt, amit hátra tettem. Ki tudja, miből van ez a kocsi? Sziasztok, sok sikert a továbbiakban, sziasztok. Hello. Milyen gombok vannak itt? Hülye! Ide kéne kijönni, hülye, még egyszer ugratni! 60 az egy szép hely, srácok. Milyen kis hangulatos. Az egy full elhagyott ott én. Ostról. Hülye! Nézd meg! Gucci papucs meg ki van dobva. Egy ezres, ha felveszed. Egy ezrest a Coca-Cola. Ja nem, Cantillo Castor. Egy ezrest, ha felveszed. Én nem veszem fel. De van itt még, miből válogatni, te sok. Mennyi papucs, bro? Szezámmagos kenyér meg ilyen. Kajok. Oda megyünk. Mennyibe kerülhet egy pesti út? Durandába egyszer lejöztök? Terve van. Pestre? Igen. Most igen. Te van. Nincs olyan messze, csak a gyerek nézze a lányt. Ja. Szia. Ja, az kemény. Sziasztok.
esetleg Pestre nem tudtok felvinni, ez nagyon sok az messze van. Az messze van, az jó van. Az állomásra elfogadjuk. Mekkora nézők vannak, azt a rohadt. Köszi szépen, hogy intézted. És most csak miattunk kijöttetek? Igen, mert amúgy körmösnek kéne, hogy legyen, de az majd meg. Körmösnek kéne? Na, mert a fiú az első. Így, ahogy mondod. Srácok, ilyen anyátok lenne. Látod? Na, lehet irigykedni. És felvárjátok, hogy ott átmegyek a kocsiba. Osztok. És felvárjátok? Na, föl. Chat, az ott a Balaton 2. Durrancsuk be százzal. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. Jó, legalább átjöttünk legalább egy ilyen. Ennyi. Köszönjük szépen. Sziasztok, jó körmösözés, sziasztok. Gyerekek, megérkeztünk, 60 vasútállomás. Gyújtom a rakétát, mint egy ganjaman. Jamaica feeling, da pa-pa-pa-pa. Csókolom. Mikor megy legközelebb Budapest keletibe? Hát elvileg vagy gyakorlatilag, nem ugyanaz a kettő. 5-6-on ment volna el az IC, az késik 20 percet. Ami jön leghamarabb? De, hát a jóisten, mert 10-kor megy, ami jön Egerből. Mindjárt megnézem azt. De nyugatiba is jó nekünk. Szerintem be lehet menni. Bocsánat, itt mi a kód az ajtóhoz? Ja, akkor összekevertem. Bocsánat, itt mi a kód az ajtóhoz? Mi? Itt az ajtóhoz mi a kód? Az magánügy, mert ez mi között hozzá? A szolgálati hely. Meg akartam nézni. Ja. Hát ide biztos, hogy nem néz be senki. Mert klímázott helység az. Hát ez pénztár azért. Nem elegem van. Ja, jó. De menni most szeretnénk egy egyet amúgy, akkor a következő keletire, nem? Hát de 20 óra 20-ra ér fel. Egy órás az Útpestre. Egy óra az Útpestre. Akkor mit adjak? Milyen jegyet? Most megbeszélés. Megbeszéljük akkor először. És utána jövünk. Köszönjük. Stoppoljunk. Most egy óra, stoppál 10 perc, nem? Ja, nem meg Gödöllő, nem, mi messze vagyunk Pestre. Ugyanolyan messze vagyunk most, ja. Mint Szolnokon. Már kicsivel közelebb vagyunk. De ez anyám hülyeség volt, miért jöttünk 60-ba amúgy? Ja, ez volt a stoppolós út. Ezért kell ugye az autópálya. De amúgy innen 60-tól nem lehet már stoppolni, bevallom nektek az őszintét. Nem hiszem, hogy innen már lehet. Te lómat visszaadtad? Ja, igen. Balzsában beraktam bele. Na, szálljunk. Kell helyegy? Nem. 60-tól nem tudtam. Ezt mondták, akkor 60-tól. Ez ez kajak, mint egy repülőgép. Ide üljünk már, ide, hát betetszett fog menni, most előbb munkat. Egy kocsival. Tovább menjünk egy kocsival? Hát amúgy se lesz levegő, befoglalta a nőhelyünket. Budapest! Honnan indultunk, tátok? Szolnokról? Gyújtam a rakétát, mint egy ganjaman. Jamaica feeling. Rapapapapa. Srácok, megjöttünk Budapestre, de szeretem. Sziasztok, bocsi, ti egy pár vagytok? Nem. Az kár, nem mindegy, mert jól néztek ki együtt, csak azért. Sziasztok. Én élőzök, és a chat azt mondja, hogy egy rakásszar a sapkám. Szerintetek milyen? Geci jó. És szerinted jó? Elmegy. Szerintem a geci jó. Na chat. Kapjátok be a fatot. Ja, még ismeri. Az kemény. Az kemény. Tárgyas persze. Ja. Szép napokat. Sziasztok. Sziasztok. Még nézők is van. Random oda megyünk valakihez. De várj, akkor lőjük le itt. Chat, felértünk Pestre. Cél mögöttünk. Szép étkezők, srácok, a mai live-on. Elértük a célunkat. Holnap találkozunk. De amúgy baszott jó volt. Kurva rej. Holnap találkozunk. Csókolj kiteket.